csapadékos idő ígérkezik az előrejelzések szerint Szerbiában, viszont nem csak az eső, de a hó is szállingózni fog. A szél is egyes órákban felerősödik, így sokkal hidegebbnek érezzük majd az időt. Hószállingózásra szerdán a nyugati területek kivételével mindenhol számítani kell. Arra viszont kevés az esély, hogy megmarad a hó, hiszen csütörtökön már napsütéses időben lesz részünk. Most pedig lássuk a részleteket. Ma este még többfelé szállingózhat a hó Vajdaságban, viszont éjszaka és a hajnali órákban tiszta lesz felettünk az ég. -2 és 0 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn egyre több felé megvastagszik a felhőzet, beborul az ég. Vajdaság északi, északkeleti felén esőre kell számítani. Helyenként élénk lehet a délnyugati szél. A reggel ismét fagyos lesz, délután pedig 5-8 fokra van kilátás. Kedre egy mediterrán ciklon hozhat országos csapadékot, több helyen erős lehet a légmozgás, napközben 4 és 8 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán nyugat felől tisztul az ég, az ország nagy részén több órára kisüt a nap, de keleten, északkeleten és délen havazhat. Csütörtökön több felé napos, felhős idő ígérkezik, péntekre egy átmeneti enyhülést látnak elő a meteorológusok, akár a 16 fokot is elérheti a hőmérséklet. A régió országaiban hétfőn napos, felhős idő várható, sem hó, sem eső nem fog esni. A hőmérséklet 0 és 8 fok között alakul, kettő viszont már több fővárosban megered az eső.